Hosszú éveken át 1965-től napjainkig a József András Múzeum raktárában állt Zészalai Pál 1930-ban készült festménye. A három vászonból összeállított alkotást az elmúlt két hónapban restaurálták, majd kedd délelőtt szállították vissza a fővárosból Nyíregyházára. A 2,7x9 méteres festményt a Váci Mihály Kulturális Központban állították fel. Sajnos, mivel hogy a festmény festékréteggel befelé volt feltekerve, így nagy mértékben meghullámosodott, számos kipergés, szakadás történt rajta az évek során. Nekünk ezeket kellett élbe ragasztani, kitömíteni, illetve kiretusálni. A festményen a város újratelepítésének főbb mozzanatait ábrázolta a művész. A mű középpontjában láthatjuk azt a pillanatot, amikor Petrikovics János csizmadia mester átveszi gróf Károlyi Ferenctől az alapító levelet. Az alkotás festészeti és történelmi értéke is kimagasló. Egyrészt egy történelemnek egy része, másrészt pedig tényleg akár ide is ülhetnek a művészeti iskolások, készíthetnek másolatot. Szerintem főleg a fiatalságnak nagyon fontos lenne, hogy a múltjukat megismerjék, és erre ez egy ragyogó példa, ez a festmény. Ez egy nagyon fontos része mozzanata Nyíregyházának. Ehhez hasonló várostörténeti pillanatot ábrázoló alkotás alig van hazánkban.